tisztelt ház, a Mi Hazánk képviselő csoportjának vezérszónoka Novák Előtt képviselő úr, parancsoljon képviselő úr, öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, ha a kormány szerint háborús veszélyhelyzet van, akkor miért küldik a katonáinkat a világ más részeire, például Irakba, az izraeli határa, és most már Csádba is? A Covid diktatúra után új apropót keresett a kormány, hogy rendkívüli jogrendben korlátozások közt tarthassa az embereket. Hivatalosan 4 éve veszélyhelyzet van Magyarországon. Ez alatt több mint 1000 veszélyhelyzeti rendeletet fogadott el a kormány. Köztük rengeteg olyat, amelynek semmi köze nem volt a veszélyhelyzet elrendelésének alapjához, vagyis a koronavírus járványhoz, illetve később az Ukrajnában zajló amerikai-orosz háborúhoz. A háborús veszélyhelyzet kihirdetése és meghosszabbítása fegyveres készülődést is jelent, diplomáciailag is rossz üzenete van, ezért sem támogatja azt a Mi Hazánk mozgalom. Inkább például a külföldi NATO harccsoportokat Magyarországra beengedő kormányhatározatot kellene visszavonni, mert hazánk katonai felvonulási területét tétele jelent igazi veszélyhelyzetet hazánkra nézve. A Mi Hazánk mozgalom nem támogatja az új világrendet, a szabadságjogaink korlátozását, az egymást váltó, de folyamatos rendkívüli jogrendeket, a Covid-diktatúrát és más Covid-típusú lezárásokat, korlátozásokat és kötelezéseket sem, mint amilyen kormányzati túlkapás volt a munkahely elvételével való zsarolás az oltások ügyében, a pedagógusok, az egészségügyi alkalmazottak és főleg a honvédek körében. Ha most a háborúra hivatkozással tényleg meghosszabbítják a veszélyhelyzetet 2024. november 19-éig, akkor ezzel lassan már 5 évet élnénk folyamatosan valamilyen olyan különleges jogrendben, amiben a kormánynak olyan speciális rendeletalkotási lehetősége van, amivel egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet. És ez visszaélésekre adhat, és adott is okot, lehetőséget önöknek, amivel éltek is sajnos. Például miután Debrecenben és Nyíregyházán helyi lakosok a közmeghallgatásokon is erőteljesen tiltakoztak az akkumulátorgyárak építése ellen, a kormány veszélyhelyzeti rendeletben sietett az önkormányzatok és a külföldi befektetők segítségére. Kimondta, hogy általában a helyi önkormányzati közmeghallgatások, valamint a közigazgatási hatósági eljárás keretében tartott közmeghallgatások megtarthatók. A helyi lakosság, a helyben érdekelt szervezetek képviselői, illetve az érintettek személyes megjelenése nélkül is. Vagy itt van például a 148/2023-as kormányrendelet, az embercsempészés bűncselekmény miatt elítéltek reintegrációs őrizetéről. Hát ez egy fából vaskarika, ez egy átverés, már a címében is, mert miféle őrizet az, ahol tulajdonképpen szélnek eresztik az embercsempészeket. Szó sincs semmiféle őrizetről, egy kormányzati meghátrálásról van szó, és ezek a döntően mondjuk szerb nemzetiségű vagy román nemzetiségű embercsempészek nyilvánvalóan ott folytatták a tevékenységüket, ahol az elfogások előtt tették. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy helyszíni bírságot sem hajlandók kiszabni, nemhogy tűzparancsot az erőszakos határ sértőkre, mert Orbán Viktor ugye a helyszíni bírságra vonatkozó javaslatomra azt felelte itt a parlamentben, hogy őt nem viszi rá a lélek, hogy ezeket a nyomorult helyzetben lévő embereket megbírságoltassa. Hát ezek java korabeli férfiak, uraim, és szó sincs arról, hogy mondjuk félmesztelenre vetköztetve küldenénk vissza őket a határon, hanem pusztán a zsebükben lapulót sokszor több ezer euróra tartatta a magyar állam igényt, ami egyébként pedig jellemzően az embercsempészeknél kötnek ki egyébként. Hiszen nagyon komoly károkat okoznak ezek a határkerítésen áttörő erőszakos embercsempészek, illetve illegális migránsok, ezért indokolt volna, hát nemhogy a szabadon engedésük, de inkább a megbírságolásuk. És hát a veszélyhelyzetre való hivatkozással oda nem kapcsolható ügyekben látható, hogy élnek vissza. Szó sincs járványügyi vagy újabban háborús veszélyhelyzetről, az akkumulátor beruházások áterőltetése, vagy az előbb említett embercsempészek szélnek engedése nincs köze
a háborús veszélyhelyzethez. Vagy hát említhetném, amire hát a Helsinki Bizottság hívta fel a figyelmet, és sajnos igazat kell adjuk nekik, hiszen itt van a 207/2023-as kormányrendelet, csak ízelítőül a több százból, amely az egyes közlekedési tárgyú törvények veszélyhelyzet ideje alatt, tehát tulajdonképpen folyamatosan eltérő alkalmazásáról szóló kormányrendelet módosítása, és azt látjuk, hogy a választások közelettével fokozottan fontossá váltak a különféle hirdetési felületek, így a villanyoszlopokra kihelyezhető reklámok is. A Budapesten ezekkel foglalkozó cég a Garancsi István narancsbáróhoz köthető ESMA reklám ZRT szerződése 2023-ban lejárt volna. Az ügy a fővárosi közgyűlés elé is került, ahol nem szavazták meg, hogy újra az ESMA-val kössenek szerződést. Ezt követően nyúlt a kormány rendeleti kormányzás eszközéhez, és egy veszélyhelyzeti rendeletben meghosszabbította a szerződést, kikerülve a fővárosi önkormányzatot. Ez is csak egy példa arra, hogy hogyan élnek vissza a háborús veszélyhelyzettel egyébként valójában össze nem függő ügyben is a rendeleti kormányzás lehetőségével. A háborús veszélyhelyzet tehát egy politikai trükk. A hatalommal visszaélés eszköze nem a magyar nép érdekeit szolgálja, hanem hát például az oligarchákét, ahogy előbb is mutattam. Nem a veszélyhelyzet újabb meghosszabbítására, hanem például a kormány elhibázott gazdaságpolitikájának az orvoslására volna inkább szükség. 4 éve folyamatosan valamilyen különleges jogrend van tehát érvényben lényegében. 2020 márciusától júniusáig az első veszélyhelyzet a Covid miatt, aztán júniustól járványügyi készültség, ez megszűnt 2022 decemberében. De ugye többször volt meghosszabbítva a veszélyhelyzet, illetve 2021 májusától fél évente folyamatosan hosszabbított, folytonos veszélyhelyzet van a háború miatt hivatalosan, és a 4 év alatt több mint 1000 veszélyhelyzeti rendeletet fogadott el a kormány. 2023-ban 257-et, 2021-ben 286-ot, aztán 22-ben 267-et, tavaly pedig 203 veszélyhelyzeti kormányrendelet született, ez is brutális szám, az összes új kormányrendelet mintegy 30%-a. A rendeletalkotás kétségkívül gyorsabb és hát kisebb a nyilvánossága, mint a szigorú jogalkotási eljárási szabályokhoz kötött törvényalkotás. Például nincsen nyilvános vitája, tehát a kényes ügyeket gyorsan le lehet zavarni, ahogy arra most hoztam is néhány példát, de hát hozhatunk volna több tucatot, több százat is, hiszen ebből a több mint 1000 veszélyhelyzeti rendeletből nagyon sok visszaélésre adott lehetőséget önöknek. 4 éve rendeleti kormányzás van, egyre nevetségesebb, komolytalanabb indokok mentén, miközben hazánk számára a legfőbb biztonsági kihívás 2014-2015 óta inkább a soviniszta Ukrajna jelenti, amely az elmúlt évek során egyre inkább korlátozta a kárpátaljai magyar nemzetrész jogait, elnyomva és megfélemlítve a magyar közösséget. Az elmúlt néhány évben ukrán oldalról számos verbális fenyegetés érte Magyarországot, sőt, 3 évvel ezelőtt Magyarországot Ukrajna második számú ellenségeként deklarálták. Tehát fennáll a veszély, hogy Ukrajna fennmaradása esetén legalábbis a nyugat által felfegyverzett ukrán haderő a kárpátaljai magyarságon, vagy akár egyenesen Magyarországon vesz elégtételt a háborús kudarc miatt. Sajnos a magyar fegyveres erők gyengesége, különösen a honvédségi létszámhiány miatt könnyű célponttá vált hazánk. Ezért kellene a Mi Hazánk mozgalom szerint inkább itthon állomásoztatni és gyakorlatoztatni is a honvédjeinket az izraeli határ, Irak vagy Csád helyett. Nem kellene beleavatkozzunk, állást foglaljunk egyik háborúban sem, nem kellene kiállnunk Ukrajna területi integritása mellett. Nem kellene támogatnunk Izraelt sem a palesztinok elleni háborúban. De a háborús őrület magával ragadta sajnos a magyar kormányt is. Pedig történelmi hiba provokálni az oroszokat NATO bővítéssel és háborús veszélyhelyzet fenntartásával, katonai készülődéssel. Az új világrend kiszolgálása és a háború kiszélesítése helyett a függetlenségünk, a semlegességünk ezáltal a béke előmozdítására volna szüksége a Mi Hazánk mozgalom szerint, mert mi valóban nem akarunk világháborút. Köszönöm a figyelmet!